A persi születésű füleki gyári munkásból lett festőművészről minden évben megemlékeznek szülőfalujában. Idén koszorúzással, kiállítással és kultúrműsorral tisztelegtek Bacskai Béla emléke előtt. A megemlékezést 1988 óta évente rendszeresen megszervezik a faluban. A Csemadok foglalkozott vele többet, de a végén, mikor ma most a Csemadok egy kicsit megingott itt Persén, utána átvette a község. Szeretném így megköszönni most, hogy Nagy Mariannak, volt polgármesternőnknek, hogy ennyire foglalkozott vele. A sír emlékét gondozzuk és mindig megkoszorúzzuk. A program a helyi kultúrházban kultúrműsorral folytatódott, ahol Bacskai Béla festményeiből és személyes tárgyaiból kiállítást is rendeztek. Bacskai Béla a nógrádi táj hűséges krónikása volt olyan művészi szinten, amely egyedi, egyéni és utánozhatatlan. Munkásságának jelentősége túlmutat a régió határain. 1935. július 6-án a Fülek melletti Persén született. Műlakatos és öntőmesteri szakmunkás vizsgát tett, majd a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. Rövid életének gazdag életművét különféle technikával készült művei jelenítik meg. Olajfestmények, akvarellek, különböző szén- és ceruzarajzok, melyek megtalálhatók Szlovákia különböző művészeti galériaiban, múzeumaiban, de magángyűjteményekben is. Leginkább talán tájképeit ismerhetik művészi körökben, hiszen rengeteg tájképet festett, szeretett hazajáról, ugye Nógrád és Gömör vidékéről. Személyes tárgyai és ilyen személyesebb ihletésű alkotásai, ilyen skicei és vázlatai a persi családi házából kerültek elő. Ezek a képek és ezek a tárgyak is láthatóak itt ma ezen a tarlaton. Persén a helyi kultúrház nagytermének falát Bacskai nagyméretű falfestménye díszíti, valamint a községi hivatal homlokzatán is látható egy domborműve. Utolsó éveit Guszonán töltötte, de műterme továbbra is Persén maradt. A festő 1980. november 6-án, 45 éves korában bekövetkezett halála után a szülőház és műterem épületét emléktáblával jelölték meg. A falunak sikerült a szülői ház tulajdonjogát megszerezni, melyben falumúzeumot és Bacskai Béla emlékszobát szeretnének kialakítani. A házon jelenleg felújítási munkálatok zajlanak. Az önkormányzat jövőre nagyszabású rendezvény keretében szeretné átadni, amikor Bacskai Béla születésének 85. és halálának 40. évfordulójára emlékeznek majd. A jelenlegi kiállítás még 2 hétig látható a helyi kultúrházban.